Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Tartalmas rádióhallgatást kívánok a csütörtöki ötös hallgatóinak és a YouTube nézőinek. Vannak dalok, amelyek olyan dalomtapadásosak, és most például itt a rádióba fele jövet, folyamatosan dúdolgattam Révés Sándor egy dalát, ha volna két életem. Sajnos nekünk csak egy élet adatik, már legtöbbünknek, mert hogy a színházi dolgozók és a színészek, hát legalább száz élettel bírnak. Ahány szerep, annyiféle karakter, annyiféle sors, annyiféle történet. De vannak olyan színészek, akik a, ezen belül is százféle hivatást űznek, és ilyen például a mai ötös vendége. Próbáltam lajstromba venni, hogy hányféle területen, hiszen ő színész, rendező, menedzser, aztán a látványokért felelős látványtervező, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, a Szegedi Szabadtéri Játékok ügyvezető igazgatója, nos ő Barnák László. Szép jó előttöt szervusz László. Szervusz. Milyen volt az út Szegedre? Gyakran megteszed -e ezt a Budapest-Szeged távolságot? Hát amikor szükséges, akkor mindig bepattanok igen az autóba, és akkor jövök, megyek. Hát most már azért nagyjából azért olyan másfél óra alatt meg lehet tenni ezt a Budapest-Szeged-Szeged-Budapest -Budapest távolságot. Szépen sütött a nap, mindig nagyon várom, hogy akkor kirügyezzenek a fák, és valahogy haladjunk a nyár felé, nem csak azért, mert az valahogyan feldobja az embernek a hangulatát, hanem azért is, mert ahogyan véget ér a színházi évadot, elkezdődik a, a szabadtérinek is a, az évada. Úgyhogy én mindig nagy örömmel látom azt, hogyha kizöldül a, a táj, és akkor valahogy izgalmasabbá is válik az út az autópályán. Az életedben és a pályádon minden valahogy nagyon korán adatik meg. 13 évesen te már annyit játszott el, és annyit voltál a színpadon, mint mondjuk egy státuszos színész. Volt talán olyan hónapod is, amikor 24-eket, 25-öket játszottál, és, és még a kamaszkorról még nem is beszéltünk. Hát volt ilyen, igen, való gyerekkoromtól kezdve, ahogyan sokaknál, másoknál is ez elindul az általános iskolában, versmondás, prózamondó versenyeken való részvétel, ott valahogy megfertőződik az ember az irodalom szeretetével, a, a költészet szeretetével, és hogyha ezeket úgy tudja elmondani, mondjuk egy irodalomtanárnak a segítségével, hogy ettől sikerélménye lesz, akkor nyilván többre vágyik, és akkor elindul valahogyan a, a színpad irányába. Hát velem sem volt ez másképpen, volt egy televíziós casting, ahol egy filmhez kerestek fiatal fiúkat, és én abba a körben nem fértem bele, viszont a, annak a filmnek a rendezője, Lói József a Harlekin Színházat vitte akkoriban, később ebből lett a Shakespeare Színművészeti Akadémia, és én oda jelentkeztem, ott akkor emlékszem, hogy a Király utca elején volt még egy ilyen kis stúdióterem, ahol egy három hónapos stúdió képzésen vettem részt 13 évesen, és utána elmentünk a Pataki Művelődési Központba a Kőbányára, ahol éppen a Pál utcai fiúk című darabot próbálták, akkor ott már a csapatnak a része volt többek között Lengyel Tamás, vagy Bodó Viktor is, és... Akkor ez ö... egy kis színész röptető is hát, volt. tulajdonképpen öm, igen, nagyon sokan elindultak onnan, például egy mostani kollégám Szilágyi Anna Mária, akivel szintén ott oh. találkoztam, akkor akkoriban nem egy csak nénit játszotta, illetve néhány évvel később, mert én először még a Pál utcai Richter voltam váltóban, majd három évvel később már Boka szerepében ö, játszhattam szerte az országban. Ahogy mondta, tényleg nagyon sok előadásunk volt egyrészt ott Kőbányán is. Az volt az állandó Budapesti játszóhelyünk, és ö, nagyon sok kötelező olvasmányból készültek előadások, Kincskereső Kisködmönt, Twist Oliver, Koldus és Királyfi, Rómeus, Júlia, ezeket a darabokat vettük elő, játszottuk és utaztattuk tulajdonképpen, tehát nekem tényleg nagyon sok előadásom volt, bejártuk az ország több szegletébe és eljutottunk, vittük magunkkal a diszleteket, felkötöztük a trégerekre, előadás végén leszettük azokat, összepakoltuk a jelmezeket be a teherautóba vagy a furgonba, és aztán jöttünk, mentünk. És ugyanúgy érdekelt egyébként ez a háttértevékenység és a színháznak összes csínya, bénya, mint, mint, maga a színpadon levés, maga a szövegtanulás, a közönség előtti szereplés? Hát nyilván ez idővel alakult talán, mert akkoriban ugye másfajta feladatot én ott nem csináltam, vagy nem, nem csináltunk, hanem a kamaszkorom is ott ért tulajdonképpen, és 17 évesen fejeztem be ott a a, a munkát, vagy ezt, ezt a fajta színházi ö, játékot, és addigra már tényleg nagyon sok előadáson túl voltam, és több éven keresztül sokféle darabban és szerepben ö, tudtam megmutatkozni, és megismerni olyanokat, akik aztán később szintén a pályára kerültek, vagy kollégáim lettek. Utána volt egy pici átmeneti időszak, akkor pedig a. a az LT-nek, azt hiszem, a jogi karra van talán a, az egyetem térnél, ha jól tudom, de nem akarok uh -huh. utaságot mondani. Mindenesetre ott volt egy külön kis terem, ahol olyan fiatalok gyűltek össze, akik akik színházat akartak csinálni. És először csak oda csapódtam, mint, mint az egyik játszó személy, de aztán valahogyan az idő múlásával már az... Azt vettem észre, hogy én szervezem ott a találkozókat, de az úgy hamar-hanvába volt a, a dolog. Nagyon sok felől jöttek érdeklődő fiatalok, de mégsem volt olyan erős a kohézió, hogy ez úgy megmaradjon. És akkor ezután jött az új színház stúdiója, ahova az érettségi után jelentkeztem, és ott töltöttem el négy évet még a színművészeti előtt. Kiváló mesterekkel, tehát gyakorlatilag Rudolf Pétertől kezdve volt, voltak azért olyan mesterek, akik mellett rendező asszisztens kettél. Így van, hát ott a tanáraim többek között Nagy Mari, Nagy Zoli bácsi voltak, vagy Gosztonyi János vitte magát a, a egyébként onnan is vannak kollégáim, hiszen Mencel Andi és Rétfalvi Tamás Énnek. a Szegedi Társulat tagjai, szintén új színházza Ként kezdték. Sőt, hát amikor én oda kerültem, akkor egy csoportban voltam Mészáros Bélával, Fenyő Ivánnal, Verebes Lindával, fölöttünk járt Járó Zsuzsi, Kovács Patricia, Mészáros Máté, de, de nagyon sokan voltak később is, akik onnan kerültek át a színművészeti egyetemre. Tehát az egy nagyon jó keltető helye volt tulajdonképpen azoknak a fiataloknak, a Pesti Magyar Színás együtt talán ez a kettő olyan volt, ahonnan a, ahonnan a legtöbben bekerültek a főiskolára, és valóban ott két év stúdiós színészmesterség tanulás után lehetőséget kaptam arra, hogy a stúdiós társaimat rendezzem, illetve csinálják egy önálló előadást ott a kamaraszínpadon, Hát nyilván egy nagyon egyszerű anyaggal kezdtem, az egzisztencialista filozófia színpadra álmodójával, Albert Camus, Kaligula uh, című darabjával, ami hát egy elég nagy birkózás volt, de azért valami mégiscsak lett belőle és utána ezt látva kaptam a lehetőséget önképpen Ács Jánostól, aki az első olyan rendező volt, aki meghívott maga mellé rendezőasszisztensként, és akkor valóban Rudolf Péterrel, Rétli Attilával, vagy Szikora Jánossal is dolgozhattam. És nagyon komoly háttérmunkát folytattál minden egyes munkád előtt, és mind a mai napig, mert hogy téged gyakran látok egyébként ott a Calvin -tér környékén, antikváriumokban, tehát a könyvritkaságok, könyvilmények, tulajdonképpen a gyermekkortól és édesanyád révén megadattak, hiszen ő könyvkötő, tehát a könyv a könyvek szeretete, a könyvek tisztelete az meg, megvan egyfelől a mama részéről, és a színpad iránti lét az pedig édesapád részéről, aki dekoratőr volt, de azért gyermekszínjátszó, tehát hasonlóképpen kezdett, mint Így a van, ö, látom, nagyon felkészültél a, a beszélgetésre, szóval, hogy tényleg igen, így van, és éppen ö, tegnap voltam a Szép Mészeti Múzeumban, ahol megnéztem a Szezentor Málevicsik című kiállítást, és éppen azon gondolkodtam, hogy Édesapám, aki 38-as születésű, sajnos már nem él. Fiatalkorában képzőművészeti irányba is elment, és nagyon sok képet festett, rajzolt, ilyenfajta táborokban is megfordult, és aztán a híradástechnikai gépgyárban, ahol, ahol festő volt, tehát gépeket is festett, meg dekoratőrként is dolgozott. Hogy honnan tapasztalhatta meg azt a fajta tudást, honnan szerezhette meg azokat az ismereteket, amiket aztán a, a képzőművészeti uh, irányultságában föl tudott használni, ami csak azért lehet érdekes. Igen, édesanyám is könyvkötőként dolgozott, aztán ugyanott a, a gyárban. Ö, Dolgozott később, ahol édesapám, ugye mind születésüktől halássérültek. És és abban a társadalomban, ahol nem volt ennyi ekkora nyitottság a fogyatékkal élők felé, mint manapság, ott azért talán egy picit nehezebb volt hozzájutni információkhoz, vagy nehezebb volt talán beilleszkedni bizonyos körökbe, és éppen ezért. Nem még volt nagyobb... akadálymentesítés, hát, az nem élet. volt. Mi, most se nagyon, tehát ha akadálymentesítés, akkor elsősorban a kerekesszékesekre Ég gondolunk. Van, igen. De hogy hogy a feliratozás a tévében, meg ilyesmi, de a gyakoriban, hogy, hogy, hogy hogyan tudtak utat találni maguknak. Ettől még, még nagyobb a tiszteletben nem irántuk, vagy az iránt, hogy ők hogyan találták meg a boldogulásuknak az útját. Hát pláne úgy, hogy színpadon diászínjátszóként édesapád, miképpen tudta kifejezni magát, hogy milyen szerepeket kapott, hogyan sikerült áthidalni azt a problémát, hogy, hogy sikert. Hát nyilván egyrészt valószínűleg azoknak a közösségeknek is megvoltak a maguk szórakozásai, időtöltései, tehát nyilván voltak. Olyan olyan körök, ahol a, ahol a hasonló érdeklődés és hasonló. Ö, hogy is mondjam ezt? Tehát hasonlóan fogyatékkal élők összegyűltek, és talán ott, ott volt egy ilyen fajta útja, vagy lehetőség ennek, de, de nyilván azért betagozódhatott más olyan fajta körökbe is. Hát tekintve, hogy ennek már lassan 50-60 éve, én nem, nem tudok most erről nagyon sok mindent elmondani, de rengeteg olyan fényképen van, amik, amik ebből az időből származnak, amin édesapám például cseplinként látható egy előadásban, Uh, és nagyon sok olyan festmény is van most még a, a lakásban, ahol amiket ő készített. És hát a mihez olyan szerepekhez, amikhez nem kellett a kommunikáció, tehát Cseplin szerep, uh, ez kifejezetten eljátszható és átélhető. Milyen jó lenne, ha ezek úgy megmaradnának, vagy, vagy valamiképpen, hát akkor még nem voltak videófelvevők, amik rögzítették volna a játékot. Mennyit tudsz te, vagy mennyit, mennyit jelelt le esetleg az ő életéből? Mennyire volt nyitott ez a kapcsolat, illetve hogy gyerekkorodat mennyire befolyásolta? Milyen kommunikációs nehézséget jelentett? Én nem éreztem igazából kommunikációs nehézséget egy bizonyos szintig. Tehát én ebben szocializálódtam, így nőttem föl. Egy másfél szobás panellakásban laktunk Délbudán, és, és az édesapámnak az anyukája velünk élt három éves koromig, uh -huh. és ő halló volt. Ugye édesapámnak még volt két testvér, és érdekes módon három fiú gyermekből kettő volt hallásérült, a harmadik uh -huh. nem. Tehát akkor lehet, hogy genetikailag is. Hát valószínűleg ő. igen, és, a, és az édesapámnak és az édesanyámnak a szülei is hallók, voltak, tehát nem tudom, hogy ez hogyan öröklődik uh, tovább esetlegesen, vagy hogy mi, mi lehet a, a kiindulása ennek a, a dolognak. De én jártam Bölcsödébe és Óvodába is, tehát nyilván ott a, a olyan közökben voltam, ahol a kommunikáció az úgymond idézőbe vett normális szinten zajlott, és otthon pedig megvolt az a fajta saját jelrendszerünk, amivel tudtunk kommunikálni, illetve tehát, akkor nyilván... a gyerekkorban már elkezdtél jelelni, vagy apró... apró hát vo meg voltak mozdulatok. azok a bizonyos jelek, tehát hogyha azt akartam megmutatni, hogy ilyes vagyok, szomjas vagyok, vagy elmegyek, bova megyek, tanulni megyek, színházba megyek, stb. 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 azokra kialakult egy, egy jelrendszer, nyilván a, a jel nyelvből átvett módon, vagy, vagy, vagy lehet, hogy voltak olyan jelek, amik köztünk jöttek létre. Tehát nekem nem volt szükségem arra, hogy én megtanuljam a külön Jelbeszédet, ami egyébként nagyon érdekes, mert minden tájegységnek megvan a maga ö, sajátossága, ugyanúgy, mint a, a beszélt nyelvben is. Akkor lehet, hogy nem is mindent értenek, amit, hát, amit a televízióban, ahogy a jelrendszerben kommunikálni. Így van, sőt, ahogyan elteltek az évek, ugye nem csak azzal, hogy bejött az internet, vagy új új fogalmak, vagy új ö, jelentések kerültek be a, a nyelvbe, hanem a nyelv is, ahogyan változik és alakul folyamatosan, ez a jelnyelvben is így van. Tehát, amit ők megtanultak, talán itt pont a keleti pályaudvar környékén volt talán Cázár Andrásról elnevezett jelnyelvi iskola, nagyon kis gyermekként bekerülnek a halásérültek ahol először elkezdenek megtanulni szavakat formálni, más hangzókat formálni, megtanulnak beszélni, utána kezdik el megtanulni a jelnyelvet és elsajátítani az iskolában az egyéb megszerezhető tudást, hogy aztán valamilyen fajta szakmunkás végzettséggel, legalábbis ez volt régen, el tudjanak aztán később helyezkedni. Akkor a szüleid is jártak ide? Így van, ők, ők itt, itt tanultak, és innen indultak el. Itt, itt is találkoztak? Ö azt hiszem, hogy találkoztak itt is, de egy baráti társaságon keresztül ismerkedtek meg végül is. Édesanyám egyébként mezőtúrról jött fel, édesapám pedig hatvani mm -hmm. származású, de ő már Budapesten nőtt fel a, a szülei mellett. Tulajdonképpen színészileg azért talán a későbbiek folyamán láttad annak előnyét, hogy hogy gyerekkortól kezdve talán jobban kellett artikulálni, mert hogy ők, ők szájról olvasnak. Így van. És, és ez talán színészileg is akkor, akkor megsegített téged, hogy, hogy már nem volt azzal gond, amivel most a fiatal színészeket nyúzzuk, hogy hát nem értjük a beszéded, és a harmadik sorban eltűnik a hangod. Hát így van, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a Színművészeti Egyetemen azért én sokszor megkaptam, hogy mégis valahogyan zárt beszélek, és a, és a tanáraimnak én sokat köszönhetek. Gálfi László volt a művészi beszéd oh, tanárom. Hát Gabriella is nagyon sokat tett azért, hogy az én beszédem az fejlődjön és változzon, és ahogyan Gárfi Lászlótól én megtanultam, ő elmondta azt, hogy a mai napig ő mindig bebeszél, gyakorol, tehát mint ahogyan egy, egy tornász, ahogy egy táncos vagy egy operaénekes a testét vagy a hangját Megfelelő állapotba hozza a színésznek is azt gondolom, hogy nagyon fontos feladat az, hogy előadások előtt egy kicsit bebeszéljen, bemozogjon, felkészítse magát arra, hogy, hogy ő most meg fog szólalni, hiszen mondjuk a Szegedi Nemzeti Színházban, ahol van 650 férőhely és három emelet magasságú, nézőtér, ott egészen másképpen kell megszólalni, mint mondjuk nálunk a kis színházban, ahol 230-an férnek el, de mégis akkor, mint egy általában egy más vidéki, vidéki színháznak a, a nézőtere vagy színpada. Ha már itt tartunk, akkor, akkor ti mikroportoztok prózánál, és mert most már egyre, több, egyre, egyre többször látom sajnos budapesti előadásokon is ilyen nagy nézőtereken, hogy megsegítik most már a prózai előadásokat. A mikroportot csak akkor használunk, hogyha zenés előadás van. Például a legutóbbi bemutató, amit én rendeztem, az a Leons és Léna volt Büchner uh -huh. nyomán, ahol Subic Gábor zeneszerző és Závada Péter szövegíróval közösen hoztuk létre a, a, ezt az ősbemutatót. Ott például azért volt szükség arra, hogy mikroportban beszéljenek a, a színészeink vagy az énekesenk, hiszen ott színművészek, operaénekesek dolgoznak együtt a tánckarral, a énekarral és a szegedi Szimfonikus zenekarral, mert ott van egy szinte folyamatos zenei aláfestés, egy olyanfajta zenei háttérszőnyeg, amin muszáj a néző, a befogadó felé olyan akusztikai teret létrehozni, amelyben nem üt el a beszéd ereje és, a, és az ének hangereje, amikor egy zenekar kíséri az adott előadó művészt. Tehát ott muszáj összefésülni és megtalálni az egyensúlyt, de egyébként, amikor prózai előadások vannak, ott azt az be kell tudni beszélni. Ugye vannak olyan előadások, amelyek kifejezetten mondjuk siketek számára ajánlott, mert ott akár jelnyelvi tolmácsolás, folyik, vagy valami más, és Igen. ilyenkor előkerülnek a lufik is, ugye? Hát a, a lufikat akkor szokták használni, hogyha mondjuk egy zenős, zenés előadás van, mert hogy a, a lufinek a szerkezete az valahogy olyan, hogyha az erős zenei hangzás, vagy a mély hangok a basszus megszólal, az ugye rezeg. És a, a rezgést érzékelik azok is, akik a hangokat nem hallják, tehát akkor előkerülhetnek ezek, de valóban ö, a, egyrészt vannak olyan támogatási források is, amelyek segítenek abban, hogy, hogy nyelvi tolmácsokat, vagy audio narrációval foglalkozó ö, segítőket hív. Meg az előadásokhoz, tehát akár a látásérültek, vagy akár a halásérültek számára is hozzáférhetővé tegyük a produkciót, a látásérülteknél. Ennek az a módja, hogy az előadás előtt fölmennek a színpadra, körbejárják a díszletet, megtapogatják, megnézik, megnéznek egy jelmezt, találkoznak egy színésszel, és ott az audio narrátor elmondja azt, hogy mi hogyan néz ki. És aztán, amikor zajlik az előadás, akkor tulajdonképpen, mint egy rádiójáték, folyamán elmondja, hogy xy most belépett a színpadra, odalép a kanapéhoz, és aztán halljuk, hmm. ahogyan megszólalnak a színészek. Mint a régi rádiós hangjáték. Igen, Van, Így van és, és, és ott hallgatják a látásérült nézőink a készülékeken keresztül ezt a tulajdonképpen egy tudósítást, és így válik átélhetővé az ő számukra is a színház. A te szüleid néztek előadásokban? Néztek, igen, igen, Szegeden is. És utána mit mondtak? Mert ugye nem hallották az előadást, és nem, hall, nem hallhatták a hangodat. Ilyenkor mit mondtak, hogy, hogy, hogy mit, mit éreznek az előadásról, az alakításodról? Hát ilyenkor én azért mindig előzetesen próbáltam elmagyarázni, azt, hogy nagyjából miről szól a történet, vagy vagy adni nekik egy olyan fajta műsorfüzetet, amiben ez a, a leírás szerepel, hogy értsék, hogy egyáltalán mi történik, vagy elmagyarázom, hogy én kit játszom, vagy mi a, a feladat. Ö, általában szerették ezeket, meg én is olyan előadásokra hívtam el őket, amik azért mozgalmasabbak, látványosabbak ö, voltak. Azokat talán azért a látvány szempontjából is könnyebb élvezni. Nem is tudom, hogy volt-e már akkor lehetőség arra, hogy ö, hogy ilyen jelelt előadás lássanak, de talán nem, bár azért, mert ez pár éve zajlott hát az a az Szegedi utóbbi, Nemzeti Színházban. Igen. De... Talán egy évtizede, vagy tizenöt éve tendencia hát tulajdonképpen. Hát Úgy Magyarországon... van, így van, igen. Úgyhogy én mindig nagyon örültem, hogyha, hogyha eljöttek és, és láttak engem. Hát igen, az egy örök fájdalom, hogy ilyenkor az ember, aki a, a szavaival, a beszédével, a kommunikációjával keresi a kenyerét, hogy azt pont a, a szülei felé nem tudja valahogyan érzékeltetni. Tehát ahogy a rádióhallgatók hallják az én hangomat, ugyanúgy az én szüleim nem hallották mm. az enyémet, és ez valahogy egy ilyen örök, örök olyan lenyomat lesz bennem, hogy ezen nem tudok változtatni, vagy nem is tudtam. Most már nyilván vannak nagyon korszerű megoldások arra, hogy az embereknek a hallását javítsák, és, és vannak is videók, amikor mondjuk egy kisbaba mert először meghallja a szüleinek a hangját, és hát akkor tényleg az embernek elindul a könycsatornája. Hát ahogy haladunk előre a technikával, azért lehet, hogy erre lehet majd megoldást találni. Igen. Sokáig gondolkodtál azon, hogy ha megadatna az a lehetőség, hogy egy órán, akár csak egy óráig visszanyerjék a hallásukat a szüleid, akkor... Mi minden eltelne az az egy óra? Lennének-e kérdéseid, vagy akár mondjuk elmondanál egy verset, hogy mi minden történne ebben a bizonyos egy órában? Hát igen, az egy nagyon sűrű egy óra lenne, és nem is tudom, hogy hol lehetne elindítani ezt a, ezt a beszélgetést. Nyilván már az egyfajta élmény lenne, hogy, hogy ők meghallhatnak engem, hogy én úgy tudok velük kommunikálni, ahogyan bárki mással a hétköznapokban. De nyilván van ebben valami ambivalens dolog is, tehát azt nem tudom megkérdezni, hogy milyen az, amikor az ember nem hall. Mert ők neki, nekik ez a természetes? Hát valahogy ez a természetes, és, és nem tudom, hogy milyen sokkot jelentene nekik ez, ráadásul, hogy jobban járnának-e azzal, hiszen ha. Kapunk egy órás élményt valamiből, amit eddig nem tudtunk megtapasztalni, úgy, hogy azután, az egy óra után azt már soha többet nem élhetjük át, akkor nem biztos, hogy át akarjuk élni, mert lehet, hogy nagyobb lesz a veszteségérzet, mint a, az öröm. Ö, most nem akarok brit tudósokra hivatkozni, hmm. hogy kik, meg hogyan bizonyították ezeket, de, de azért van egyfajta olyan felfogás, amiben azt mondják, hogy az általános veszteségérzetünk az néha duplája tud lenni az öröm nek, mert valahogy aztán a hiány az sokkal fájóbb és hosszabb ideig tart, mint az a pillanatnyi öröm, amit át tudunk élni. Úgyhogy ez inkább egy elméleti feltevés, hogy mi lenne, ha, de hát a mi lenne, ha az a színpadon sem tud működni, tehát a színpad is egy, egy gyakorlati helyszín, tehát hogyha ott mindig fölmerül a, a gondolat, hogy mi lenne, ha így csinálnánk, úgy csinálnánk, akkor én általában rendezőként, mm. meg színészként is azt szoktam mondani, hogy hát akkor próbáljuk ki, és akkor majd kiderül. Sokat gondolok egyébként most ezekben a hónapokban, vagy most már két évben a siket sorstársakra, mert hogy ugye a maszkokban, a maszkok fölött csak a tekintet létezik, és a szájmozgás, az artikuláció, az elvész, elveszett a szánk. Tehát, hogy ők miképpen tudnak kommunikálni, miképpen tudnak értekezni, vagy akár családon belül. Hát ez nagyon nehéz lehet, de ugye a jelnyelv, a, 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 ott nagyon fontos azért persze a beszéd is, tehát, hogy meg a mimika, tehát hogy ki mit, hogyan szeretne kifejezni, de azért ott a kezekkel nagyon sok mindent el lehet mondani. És, és ez azért szerintem nem csak a, a siketeket érinti az, hogy a maszkok mögött eltűnnek az arcok, meg a reakciók, hanem akár hogyha a színház és a színpadi játszó és a néző viszonyára gondolunk, vagy vagy egyéb más találkozó helyekre, hol összefutunk emberekkel, akikkel leülünk beszélgetni, ott sem látjuk a fél arcukat. Tehát oké, okay, hogy eszem a szem a lélek tükre, de azért pici kis nyílások ezek ahhoz, hogy egy reakciót mi, mi fel tudjunk térképezni, tehát azért nagyon bízom benne, hogy most ez az endémia felé haladás ez valóban azt fogja elhozni, hogy egyrészt ne kelljen izgulni a színházaknak amiatt, hogy milyen módon tudnak találkozni a nézőikkel, másrészt pedig, hogy az egymás felé való kommunikációnk is ugyanolyan gazdag és árnyal tudjon lenni, mint ahogyan volt a a maszkos Hamarabb fel kellett nőnöd, mert hogy a szülők helyett sok mindent kellett átvenni már a gyermekkortól, ügyeket intézni, tehát kicsit menedzselni a későbbi életedet, és aztán nem véletlen, hogy tulajdonképpen ez a, ez a menedzseri szemlélet és életmód valahogy aztán folytatódott és kibomlott sok felé. Hát igen, kamaszként már egy csomó olyan helyzettel találkoztam, amikor nekem kellett a hivatalos papírokat beadnom, vagy a közületi ügyfélszolgálatokon elmagyarázni, hogy mi a probléma, nem tudom, én a világítással, a gázszámlával, stb. stb., mert ugye ott nem voltak fölkészülve, a, a most nincsenek egyébként, tehát hogy a, ha bármelyik ügyfélszolgáltra vagy akár egy egészségügyi intézménybe ellátogat az ember, nagyon ritka az, hogy ott legyen valaki, aki tud akár a hallássérültekkel vagy, vagy más módon fogyatékkal élőkkel kommunikálni. Tehát ezt nekem kellett nagyon sok esetben megoldani, és ez nyilván azt hozta magával, hogy valahogyan önállóbb lettem, és, és, és hamarabb jutottam el oda, hogy a kezembe vegyem a, a dolgokat. Kezedbe, és hát tulajdonképpen A és B terveket már, már azonnal felállítottál magad elé, hiszen egyszerre adtad be a jelentkezésedet a színművészetin, a színész szakra, a rendező szakra, és akkor ezeket úgy magadban versenyeztetted, hogy mondjuk ahová sikerül elsőként menni, az lesz a fő csapás irány. A rendezés és a rendezői irány az, az úgy tűnik a főiskolán még nem működött, hanem rögtön színésznek vettek fel, és akkor az lehetett volna egy olyan kijelölt út is, hogy akkor nekem csak a színészi úton kell végighaladnom. haladnom. Hát lehetett volna, de hát nem az lett. Mi lett volna? az ember, Hogyha az ember valahogyan már ideje korán elkezd érdeklődni különböző területek iránt, akkor, akkor valahogyan az érdeklődése az hogy mondjam, utat tör magának, hogyha, hogyha az a, a vágy, az elhivatottság, a kíváncsiság az elég az erőteljesen mozog benne. Hát igen, én párhuzamosan felvételiztem, és ö, haladtam lépcsőről lépcsőre mind a két felvételén, de aztán a színészak volt az, amire fölvettek Jordán Tamás és Lukács Andor osztályába, és utána később a Károli. Egyetemre mentem el tudomány szakra, master képzésre azért, hogy fejleszem azt a, azt a hiátust, ami, ami esetlegesen a, a művek megismeréséhez, elemzéséhez szükséges lehet. A menedzser szemléletet a nagy Egyetemnek a képzőintézetében próbáltam fejleszteni, majd később. Mert aztán... hogy te a színművészeti után még három további egyetemet hát, céloztál meg, és nem is tudom, hogy itt, amikor az elején azt mondtam, hogy egy színésznek száz élete lehet, akkor mindebbe hogy fér az bele, hogy színpadon vagy rendezel, három egyetem lehet, hogy egyszerre lehet, hogy párhuzamosan egy-kettő egymás mellett emellett olvas, hátterez, mert ez is nagyon fontos, tehát hogy hány órá Mából állt neked egy nap. Hát tulajdonképpen ez azt tudnám megkérdezni azoktól, akiknek mondjuk kettő vagy három gyereke van, kutyája, macskája, szülei, barátai, munkahelye, hobbija, hogy ezt hogyan tudják csinálni. Hát az ember időt szán arra, amit, amit, amivel foglalkozni szeretne. Én már Szegeden dolgoztam 2008 óta, amikor is onnan autóba pattantam, és akkor hétvégente, vagy pénteken, vagy szombaton, amikor volt rá lehetőségem, fölmentem, vagy feljöttem Budapestre, és akkor vagy a Metropolitan Egyetemre, Nagyra vagy a a Károlyira elmentem, beültem az órákra, készültem, tanultam, és, és Hó, megcsináltam ez, ez... a vizsgáimat. Hát hajtott nagy, a kíváncsiság. Nagy út volt. Tehát először, először Szolnok felé, Szolnokon volt a kezdőállomás, aztán Balás Péter érkeztével a fieltársulat ment is, utána következett Szeged. Tehát ezek nagy távolságok, és megérkezel Szegedre fantasztikus élményekkel szolgálnak itt a vendégeink, hogy milyen volt az, az, első debütjük, és hát tulajdonképpen a színház történelemben Szeged az, az mindenek alfája és omegája, a legnagyobb színészeink, a nemzetművészei, operaénekesei Szegedről indulnak el. Molnár Piroska elmesélte itt nekem tavaly, hogy amikor ott, ott kapta Szegeden az első nyílt színi tapsát, és ő annyira meghökkent, ilyen sok élményt nem élt át, hogy ő egyenesen ki akart futni a, hm. színházról, a színházból és a szín padról, De hát, hogyha belegondolunk, akkor az opera élet megteremtője, a szegedi opera élet megteremtője, Vasszi Viktor, aztán ott Berdá Valériák énekeltek, Simándi Józsefek, éppen Szinetár tanárór a születésnapi gáláján is 10 percet sztorizott a szegedi szabadtériről, a Simándiról. Tokodi Gregor József, és Gregor Józsefet szeretném idézni, azért is van itt az asztalon ez a kötet, mert elmeséli azt, hogy mi volt az ő első opera élménye? Természetesen a Szegedi Nemzeti Színházhoz kötődik, és emlékalbumában ő úgy fogalmaz, hogy a Szegedi Nemzeti Színházhoz fűződik életem első igazán nagy sikere. 1967-ben koncsákot énekeltem az Igor Hercegben. Arra a tapsra ma is úgy gondolok, hogy libabőrös leszek. Majd, hogy nem minden lényeges szerepet itt énekeltem először emlegetem Bástit is, Ajtait is, Bástinak az öltözőmet adhattam át, hiszen ő keresett olyan szobát, ahol hideg van, levegős, és rólam köztudott állandóan szellőztetek. Direkt elrontottam a radiátort a tél kellős közepén. És folytatódik a történet, tehát itt már megjelenik Ajtai, Básti, tehát miután három tagozatú a színház, ugye prózai, operatagozat és a balett, a tánctagozat, tehát Hihetetlen sokszerű lehetett az az élmény, és amikor először te beléptél a szegedi színházba, és körbenéztél a nézőtéren. Kicsit a mini vígszínházat színházat látjuk magunk előtt. Hát tulajdonképpen igen, hát ugye Helner és Felmer építő párosa építette a, 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 vígszínházat, a színházat, a Kecskeméti színházat, nagyon sok olyan színháza van, nem csak Magyarországnak, hanem a környező országoknak is, amelyek az ők terveik alapján épültek föl. De hát ugye a, a Szegedi Nemzeti Színház már 138 éves, én amikor először láttam, akkor nyár volt, és akkor a, az akkori kedvesemmel voltunk ott, aki már ott többször is fellépett és mutatta ezt az épületet, és én is csak hüledezve néztem, hogy tehát mekkora nagy színház. Ez kicsit ilyen erődítményszerű egyébként, van benne valami nagyon masszív jelleg, amellett, hogy egy szép épületről van szó és valóban, amikor az ember először belép oda abba a csodálatos előcsarnokba, fölmegy a, a nézőtérre, ami tényleg gyönyörű és párját ritkítja, vagy, szembeáll szembe áll a hatalmas színpaddal, ami az országban talán a harmadik legnagyobb ö, színpad, akkor tényleg elfogja egy olyan, olyan csodálat, hogy, hogy ott érzi azoknak a szellemét, szellemiségét, akik ott az elmúlt több mint száz évben színpadra léptek, vagy, vagy beléptek a, a nézőtérre, és magukkal vitték ezeket a, az élményeket, legyen az opera, próza, tánc, bármilyen fajta előadás. Tehát ott azért a falak magukba szívták ezt, már csak azért is, mert ugye utoljára 86-ban volt felújítva az épület, tehát ugye a mai napig is évtizedes... Lemaradás? Hát, nem mondanám lemaradásnak, bár azért egy, egy erős renoválás ráférne már az épületre. Két-három éve a tetőzetet is egy kicsit megtépte a vihar. Hát ott bizony volt egy nagy szél, ami kicsit lekapta a tetőnek az eső. Az eső, az eső a színpadra. Így van. Tehát, hogy azért ezekre a régi épületekre nagyon kell figyelni, és, és rá kell költeni. Elindult egy színházfelújítási uh, hullám tulajdonképpen az elmúlt években, hát bízom benne, hogy ez Szegedre is hamar meg fog érkezni. De valóban ezeknek a, a nagy elődöknek a, a szellemisége az tárgyas útformában is jelen van, hiszen Gregorné Marikával is nem olyan régen találkoztunk, hiszen az egyik ének -kari szobát, illetve nem is az énekari szobát, hanem az egyik gyakorló szobát, ahol az operaénekesek is gyakorolnak, Elnevezzük Gregor József szobának, illetve az ő szobra is ott van bent a színház épületében. És a mai napig egy hivatkozási pont, tehát több olyan kollégám van, akik, akik dolgoztak, játszottak vele, akik emlékeznek az ő habitusára, hozzáállására. Úgyhogy a régi nagyok szellemiség az elevenen él a, a falak között. És hát nem csak játszott a Kőszínházban és a Szegedi szabadtéri játékokon Gregor József, de egy ideig az operatagozatot is vezette. É. Laci, színészként, amikor megérkeztél Szegedre, akkor rögtön szembesülnöd kellett azzal, hogy hát ez nem egy pesti teátrum, itt a várossal együtt kell élni. Tulajdonképpen behozni a várost, és kivinni a színházat a nézőkhöz. Behozni, mert volt neked 2014-ben egy rendezésed, a 12 dühös ember, ahol nem csak színészek játszottak. Így van ott a, a Szegedi tudományegyetem kulturális irodájával karöltve, ott Tajti Gabriella és Ragány Zoltán közös ötlete volt az, hogy nekik volt már korábban együttműködésük a színházzal, és két bemutatójuk, hogy, hogy hozzunk létre egy, egy újat, és akkor ehhez megkerestek engem, mert tudták, hogy, hogy foglalkozom rendezéssel is, és, és akkoriban éppen osztálytermi előadásokat is csináltam, csináltam gálaműsorokat is, vagy, vagy pályázati projektek alapján hoztam létre előadásokat. És megkerestek azzal az ötlettel, hogy mi lenne, ha 12 dühös embert ö, ö, megcsinálnánk, úgyhogy én rendezném, és lennének benne színművészek is, de, de az egyetemnek ö, akár tanára is a jogi karról, vagy éppen a jogi kar hallgatói közül is lehetnének benne résztvevők, és valahogy így válogatnánk össze azt a 12 dühös embert, akik között Fekete Gizi is ott volt, vagy éppen Nagy Betti bírónő, mm -hmm. ö, vagy egy másik bírónk is volt, két ügyészünk, ügyvédünk, védünk is volt, joghallgatók is voltak a, az előadásban, tehát tényleg egy olyan, olyan csapat gyűlt össze, akiknek egy része az még nem állt soha Aha. színpadon. És nekik volt egy elképzelésük egyébként a szereposztásról, amit én megváltoztattam, és akkor először hüledeztek, meg húzódoztak, hogy nem biztos, hogy ez a jó, de aztán az előadás az valahogy ezt igazolta, hiszen öt ö, előadást terveztünk a, a bemutatóval együtt, de aztán húsz lett belőle, és abban volt két vendégjáték is a játékszínben, egy hétvégén duplázva, és minden alkalommal tele volt a nézőtér, mert valahogy elment a hír ennek. És tényleg egy nagyon izgalmasan sikerült előadás volt. Egy nagyon egyszerű módon volt az egész fölrakva a színpadra, de mégis valahogy az egésznek a, a jellege, a csapat összetétele, akkora érdeklődést váltott ki, hogy mi is meglepődtünk ezen. És aztán egyébként ti is kimentek a színház falai közül időnként, és nem csak igazgatói írád hanem már, már jó korán tulajdonképpen iskolai előadások, tantermi előadások is voltak, de például e, Roma szakkollégium számára Shakespeare-t vittél ki, vagy vagy az Antigone is színre került e, iskolatermi előadásban, tehát azért nagyon komoly klasszikusokkal, e, korán vagy vagy könnyed szórakoztató műfajban gondolkodtál, amikor integrációról, színházba integrálásról gondolkodtál? Hát így van, az Antigoné volt az első olyan előadás, amit Oszály előadásként ott Szegedi iskoláiba elvittünk. Danis Lidi volt akkor a Antigoné. Potaki Ferenccel és Savanyú Gergővel együtt hoztuk létre ezt a, az előadást. Az volt az érdekessége, hogy Creon, a, a kar vezető és Antigoné volt állandó szereplő. Én magam ötféle figurát játszottam, Haimontól kezdve, Antigoni testvérén Iszménén keresztül a hírnökig, meg az őrig, és, és, nagyon nagy élmény volt egyébként megtapasztalni azt, hogy, hogy hogyan vették a diákok ezt az előadást, vagy akár a későbbieket is, hiszen a nyugat első nemzedéke kapcsán is készült egy ilyen osztálytermi előadás, vagy éppen a Római Júliából csináltam egy olyan verziót, ahol ötféle fordítást tettünk egymás mellé, és volt olyan jelenet, amit kétszer megcsináltunk, egyszer mondjuk kosztolányi, aztán mészői fordítását felhasználva, de volt olyan is, hogy egy jelenetben volt egy Romeo, két Lőrinc barát, az egyik Varó Dániel, a másik Nádasdi Ádám szövegét mondta párhuzamosan. Tehát egy nagyon izgalmas játékokat lehetett ebből kreálni és az osztálytermi előadások mellett voltak egyéb más projektek is. Ez azért dicséretes, mert egyébként azt halljuk általánosságban, és ez azért bizonyos fokig sztereotépia is a vidéki színházak kapcsán, hogy hát ki kell szolgálni a közönséget. Tehát többféle közönség van, tehát nem a közönség az egy gyűjtő fogalom, de hát sokféle érdeklődéssel, és neked igazából színidirektorként már szerintem azért komoly felelősséged is, hogy vagy talán félelmed is lehetett, hogy nem csak egy színházépületet, egy legendás színházépületet, hanem benne bizony olyan nézőket is megörökölsz, akik 50-60 éve már bérletesei a színháznak, sőt, még a bérletüket a szülőktől kapták családi örökséggyanánt, tehát, hogy itt azért száz éves nézői szokások vannak, miközben új szellemiséget is kell képviselni, nagyon vékony a közös határmezje időnként olykor-olykor. Latinovics több könyve is megvan otthon, és ő mondta, írta azt, hogy az a jó színház, amit megnéznek. Ez egy nagyon alapvető igazság, és nagyon egyszerű gondolatnak tűnik, de, de hogy milyen is az a jó színház, amit megnéznek, azért az nagyon összetett és komplex dolog, hogy ez hogyan áll össze. Ebben benne van a műsorpolitika, benne van a daraboknak a kiválasztása, benne van a rendezők meghívása, benne van a társulat összetétele, benne van az a marketing, hogy hogyan jutatjuk el egy-egy produkciónak a hírét a nézőkhöz, de a legfontosabb az mindig az, hogy milyen lesz az előadás. Hogyha jó előadások vannak, akkor azoknak híre megy és a az a fajta gerilla marketing, ugyan a nézők adják át egymásnak a, a hírét egy-egy produkciónak, az hozza be igazából hosszú távon a legtöbb nézőt. És azért vannak ilyenfajta produkciók, hál' istennek az elmúlt ö, négy év során több ilyen produkciónk is volt. Én azt érzékelem, hogy ezáltal a Szegedi Nemzeti Színház valahogy a színházi térképen is hangsúlyosabban van jelen. Tény és való, hogy egy nagyon komoly művész-színházi vonal ö, jött az utóbbi két-három évben, annak ellenére, hogy két hullám között, de én magam is láthatok például Alföldi rendezést, vagy Alföldi főszereplésével bemutatott produkciót, de a Mohácsi testvérek, vagy most éppenséggel majd április végén lesz egy Székely Csaba premieretek a Mária országa. Külön buké, hogy április végén, és nem tudjuk, hogy ez kinek az országa lesz, de máriáé mindenképpen a címet tekintve talán megteremtődik április 29-én, szóval, hogy egy nagyon komoly művészínházi vonal is kialakult de mellett pedig hát a klasszikus operettek is. tehát Persze, az is nagyon fontos, hiszen szokták mondani, hogy vidéki nemzeti színháznak egyfajta népszínházi jelleget kell öltenie. Jelentsen ez bármit is, mert az, hogy most ez népszínház, közösségi színház, a közösségi színháznak is másfajta értelmezése van, mert akkor olyan, mintha ezt a közösség maga hozná létre, de ez is igaz lehet, hiszen ha a közösség nem jár színházba, akkor a, a színház önmagában, önmagának szerintem nem tud jól érvényesülni, hiszen hiszen azért csinálunk színházat, hogy ezt lássák, hogy, hogy eljutassuk azokat a gondolatokat, azokat a, a tartalmakat a, a nézőknek, amit, amiért mi ezt az egészet hivatásszerűen választottuk. És, és, valóban az említett színészeken, rendezőkön túl is nagyon sokan olyanok jutottak el hozzánk az elmúlt időszakban, vagy jönnek hozzánk, most például Horváth Csaba rendezi a Don giovanni vagy Keresztes Attila Mar Marosvásárhelyi Színház művészeti vezetője állítja a színpadra a Parasztopera című előadást. De hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik még korábban nem rendeztek Szegeden, és akik azért az országos vonulatban is nagyon meghatározó színházi szakemberek. Az ő meghívásuk arra is szolgál, hogy egyrészt a társulatot fejlesszék a, a tudásukkal és a, a munkájukkal, másrészt pedig, hogy a nézők, is valahogyan edukáljuk hmm. egy olyan fajta színházi nyelvezet felé, ami azért túlmutat a szórakoztatáson. Igen, te már tulajdonképpen Szegeden 10 éve színész voltál, amikor a pályázatodat beadtad igazgatóként, akkor meg kellett felelni a társulatnak, hiszen azért már ismertek, de az, hogy direktorként mit teszel le olyan kollégák előtt, akik már 60 éve, vagy több mint 60 éve ott vannak, és alapkövei a színháznak, mint például Király Levente, aki most március 6-án lesz majd 85 esztendős, Isten és megpróbáljuk felhívni őt. Szóval, hogy, hogy számukra, vagy ő előttük is egyfajta vizsgateszt, hogy Barnák László direktorként mit nyújt, mit tesz le? Hát persze az is volt, és hát ebből voltak természetesen feszültségek. Azért mondom, hogy természetesen, mert hogyha megnézzünk bármelyik színháznak az igazgatóválasztási időszakát, ahol mondjuk meg is történt a, a változás, ott mindig generálódik valami fajta feszültség a bizonytalanságból, vagy ebből, vagy éppen azért, mert valakiknek nagyon konkrét elképzeléseik vannak, például saját maguk karrierjéről, és ezért generálják a, a feszültséget. Szóval ez sosem mentes attól, hogy ott valami fajta ütközés ne legyen, Pontosan azért, mert nem lehet tudni, hogy mi várható. De én azt mondom, hogy ha, ha tudjuk, hogy valaki már volt 5 évig igazgató, 10 évig, 20 évig máshol, és oda most egy adott színházhoz, és ott találkozik a, a társulattal, ott is lesznek új találkozások, új ö, ütközések. Tehát ez nem, nem lehet. Ö, mert ez szólhatna Megúszni. egyébként az életkorodnak is, hiszen amikor beadtad a pályázatodat négy évvel ezelőtt, akkor még 40 éves sem voltál, és ez azért nagyon szokatlan. Tehát általában a színigazgatói életkor az úgy az 50 pluszosok generációját érinti, te pedig ráadásul egyébként nem is vagy törzsgyökeres Szegedi, ami egyébként egy vidéki színházban esetleg az is megfordulhat, hogy hát olyan fővárosi gyűjtmentként tekintenek, bár mondom, tíz év színészet már benned volt. Hát így van, tehát hogyha nem lenne az a tíz év, akkor nem is biztos, hogy belevágtam volna, uh -huh. meg nem is más színházhoz pályáztam, hanem ahhoz, ahol láttam a működést, ahol felfedezni véltem olyan anomáliákat, amiket szerettem volna helyretenni, ahol ismertem a társulatot, a közönséget, ahol sokféle módon uh, hoztam létre előadásokat, vagy vettem részt uh, különböző projektekben, tehát ez volt a kiindulási alap. És, uh, és valóban az volt a szándék, hogy uh, ezeket valahogyan föl lehessen javítani, és hát még egy év van ebből a ciklusból hátra, úgyhogy most is nagyon intenzíven készülünk a következő évad összeállítására, illetve a, nyári szabadtéri Hát időszakára. igen, mert hogy ezt is, ezt is, most, most már fölfele is kell tekinteni, úgy, úgy júniustól kezdve is fohászkodni az égiekhez, és egy kicsit egyébként a kőszínháznak a túlnyújtása, amit majd hosszabb távon esetleg a szabadtérivel ti akartok, hogy, hogy hasonló tónusú előadások vagy, vagy ott műfajilag még jobban meg kell nyitni a palettát. Nagyon jobban nézőtér és esetleg az idegenforgalom jóval szélesebb nézői réteget hoz be? Hát ez biztos, hogy másfajta prioritások mentén kell a szabatérinek, a, a műsorát összeállítani, mint a Szegedi Nemzeti Színházét, attól függetlenül, hogy azt a fajta műfaj sokszínűséget szeretnénk megőrizni, ahogyan idén is van néptánc a téren van opera a téren, a műzikelek mellett. Most újdonságként az új Szegedi Szabatéri Színpadon színházi előadások mellett egy koncertsorozatot is beemeltem a, a programba, de hát mindenféleképpen nagyon fontos szempont az is, hogy a Szegedre látogatók, a Szegedi destinációt keresők számára olyan programokat és attrakciókat kínáljunk, ami miatt a várost részesítik előnyben, hiszen ott azért nagyon sok minden mást is lehet csinálni, egy nagyon klassz városról és annak környékéről van szó. Tehát ott nagyon fontos az, hogy, hogy minél több nézőt tudjunk bevonzani, és ott azért egyfajta merkantilista szemléletnek is működnie kell a művészeti mellett. Hát a merkantilista, akkor, akkor itt felírtam, hogy tulajdonképpen milyen végzettségeid vannak, tehát a három diploma még a színművészeti után hogy jött össze, és hát itt a holland és belgiumi tanulmányutakról már nem is ejtünk szót. Stratégiai marketinget, színházi menedzsmentet, színháztudományi mesterképzést végeztél el, Amihez, amit tulajdonképpen ma már nem is kellene, mert hogy azt veszük észre, hogy mit, hogyha egyre több lenne a színházi kinevezet. Tehát, hogy valaki még 20 évesen egy színházi társulat tagja, színművészként, és a következő napon mondjuk rábízzák Karinti Márton örökségét, hogy vigyed, vezesd a színházat. Vannak ilyen utak is. Fontosnak tartottad, és amikor te ezeket végezted, ezeket az irányokat, akkor, akkor már volt benned egy olyan elképzelés, hogy, hogy egy intézményt is vin Minél? ez nehezen uh definiálható. Nyilván volt bennem egyfajta szándék arra, hogy hogy tanuljak, és a, a tanulmányaimat valamilyen módon föl tudjam majd használni. Nem az volt a, a fa, szobám falára kiírt papíron, hogy akkor én legyek a szegedi nemzeti Színen az igazgatója, és ezért én elmegyek még ide-oda a moda tanulni. Másrészt úgy oldja meg, hogy elmegy ide-oda a moda, nem tanulni, hanem nem tudom, én mást képviselve próbál megfelelni bizonyos elvárásoknak, mondjuk így hogy aztán ezek a kinevezések létre tudjanak jönni. Én abban hiszek, és abban is hittem akkor is, hogy ha tanulok, ha képezem magam, ha kíváncsi vagyok, és akarok fejlődni, és fejleszteni, akkor ez, ennek lesz egy útja ez az út, ez most éppen ott tart, hogy én vagyok a főigazgatója a Szegedi Nemzeti Színháznak, amihez hozzá tartozik a Szegedi Szabadtéri Játékok. Ez egy mostani állapotot jelent, hogy a jövő mit hoz és milyen irányba visz majd el, ez egy, megint egy másik kérdés, de én megalapozott módon akartam ö, dolgozni, és nem annak megfelelően, hogy melyik oldalhoz vagy kihez dörgölőzöm. Szigorú főnök vagy? Hát adott esetben, ha szükséges, akkor igen. Mert De. hát óhatatlanul együtt jár az átalakítással embereket elküldeni, hogy ezeket te gyomorgörcsel teszed? Az ember egy idő után kifejlesz magában egyfajta olyan háromlépésnyi távolságból történő működést, amivel nem érzi azt, hogy agyon nyomják őt a terhek. Ezt muszáj is valahogyan létrehozni, mert mert itt most jelen pillanatban kb. 300 ember dolgozik, egy 3 milliárdos intézményről van szó, aminek a öt helyszínén ugye a, a, regionális összművészeti központ működik a Rögpalotában, ami szintén hozzánk tartozik. Tehát ezen az öt helyen egy év alatt akár 120 ezer embert is el tudunk érni, és ez igen nagy felelősség. És, a, és az, annak a 300 embernek az élete, a munkája, a fizetése is nagy felelősség, és időnként ez csak úgy lehet bírni, hogyha, hogyha az ember helyre teszi magában a, a dolgokat, és azt nézi meg elsősorban, hogy mi az intézménynek a, az érdeke, és megpróbál minél kisebb sérülést okozni esetlegesen azok felé, akikkel valami fajta ütközési helyzetbe kerül. Ütközni kell adott esetben mondjuk Budapesttel is, mert itt a legutóbbi hetekben ugye az is dilemma volt, hogy milyen Ö, milyen legyen az operajátszás, illetve hogy például Budapestről elengedjék az akik akiket esetleg néznék, néznének és vágynának a szegediek is, de bizonyos próbarendek és három évre lekötött szerződések gátolják azt, hogy budapesti operaénekesek, mondjuk vidéki opera társulatoknál megjelenjenek. Nem tudom, hogy ez a csata most zajlik-e, rendeződik-e. A színház alapvetően egy társasjáték. A színházak párbeszédek közötti, mentén. Igen, párbeszédek mentén és a, és a párbeszédekre épülő uh -huh. játékról van szó, és a, és a különböző színházi intézmények is párbeszédben vannak egymással, akkor is, amikor arról egyeztetnek, hogy melyik rendező, vagy melyik színész, vagy énekes mikor hol dolgozzon, hiszen nem lehet kisajátítani a művészeket. Nektek Még... is három évre le kéne kötni, vagy, vagy tudnotok, hogy a következő három évben hát mikor igen, mit olyan látszatok? olyan Olyan elgondolások, vagy olyan. Um, Javaslatok érkeztek az együttműködéssel kapcsolatban, amit nem lehet tartani egy vidéki nemzeti színháznál, hiszen a, míg a Magyar Állami Operaház szinte csak operát játszik, és persze előadásokat is létrehoznak, de mégis az opera az elsődleges műfajuk, vagy legalábbis az énekesekkel kapcsolatban, vagy a vidéki színházak egyeztetése kapcsán ez az érdekes. Egy vidéki nemzeti színház nem tud feltétlenül két-három évre előre gondolkodni, mert a produkcióit össze kell hangolnia hiszen igen, nálunk a Szegedi Kortás Balett is játszik, nálunk a Szegedi Szimfonikus Zenekar is a koncertjeit a színház épületében tartja, a Filharmónia Magyarország odahívja meg a zenekarokat, tehát a Szegedi Nemzeti Színház egy olyan komplex intézmény, ahol nem csak saját társulati produkciók, hanem befogadó intézményi vendégelőadások is szerepelnek. Nagy Te üzem. Nagy üzem van, és ebben a nagy üzemben nem fér bele az, hogy mi alkalmazkodjunk folyamatosan egy másik intézményhez, hiszen a korábbi évek, évtizedek, ahogyan Gregóri Józsefet is megemlítetted, vagy akár itt vagy bárki más, aki operaénekesként a Magyar Állami Operaházban is vendégeskedett, de például Gregor megmaradt szegedi énekesnek, mint hogy Király Levente megmaradt szegedi ö, színésznek is, attól függetlenül, hogy, hogy nagyon sok olyan énekes vagy színész van, akik Budapesten is, Budapesten kívül is, Szeged vagy szegeden kívül is játszanak vagy énekelnek. A, az együttműködés az egymás felé való nyitottság az azt gondolom, hogy az lehet az alapja annak, hogy ne sajátítsunk ki művészeket, illetve hogy a velük való találkozás az ne privilegizált dolog legyen, hanem mindenki hozzájuthasson a maga Gregor Józseféhez. A koprodukció pártján, tehát hogy a szegediek is láthassanak budapesti előadást és fordítva. Hát akár vagy olyan, olyan nívós énekeseket, akiket lehet, hogy egy vidéki tátrum vagy nem tud megfizetni, vagy csak időnként tud megkínálni egy olyan főszereppel, amivel mondjuk lehet, hogy egy budapesti operaház nem tudja őt megkínálni, de elvárja, hogy bizony Vállalkozói szerződés fejében csak nála működjön közre, és ezért kizár másokat ebből. Nem akarok ennél jobban belemenni ebbe. Az biztos, hogy a Nemzeti Színházak vezetői és az Operaház nem tudott ebben konszenzusra jutni. Hát reméljük, hogy valami front áttörés előbb-utóbb majd, majd következik, valamilyen formában. A nyitottság az megvan bennünk. Szóval akkor még a mamutot. Még rugdosgatni kell négy év után, négy év direktorságával, és hát ugye igen, el, a te így ez van, a így. nagy mamut, ami nagyon nehezen mozdul. Igen, a ma mamutként a Szegedi Nemzeti Színházat apostrofáltam még a négy évvel ezelőtti pályázatomban. Én azt látom, hogy ez a mamut azért a nagy nehézségek és a pandémiás leterheltség mellett is azért meg tudott mozdulni, és tudott olyan lépéseket tenni, aminek a hangját azért el tudtuk juttatni Szegeden kívülre is, de valóban egy ilyen nagy intézmény, egy ilyen nagy létszámú társulat, egy ilyen fajta ö, épület és, és azt kiszolgáló műhely és raktárbázis, ami szintén azért az elevoltság határán van, azt nagyon nehéz úgy fejleszteni és ö, ö, lépéshelyzetbe hozni, hogy hogy az hogy a modern igényeknek is meg tudjon felelni. Hát én kívánok nektek remek előadásokat, pandémiamentes időket, hogy minél többen térjünk vissza a színházra, a nézőtérre. Barnák László színművész, rendező, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója volt velünk az ötös első órájában. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. El. Én is köszönöm a beszélgetést.